Hiszek az adakozásban. Szent Lukács evangéliuma a talentumokról mondott példabeszéd. Ha van egy talentumod, használnod kell. Nincs értelme föld alá rejteni. Amikor egy szegény emberrel állunk szemben, nem szabad elfordítanunk róla a tekintetünket, mert attól fosztanánk meg magunkat, hogy meglássuk az Úr Jézus arcát. Körülbelül 700 millió ember él napi $2.15-nél kevesebből, ami a mély szegénység határa. Az évtizedek óta tartó fejlődés után 2015-re a globális szegénység csökkentésének üteme lassulni kezdett, párhuzamosan a visszafogott gazdasági növekedéssel. A fenntartható fejlődés célja a mély szegénység 2030-ig történő felszámolása továbbra is elérhetetlen. Ha arra gondolunk, hogy a szegények hatalmas számban élnek közöttünk, a mai evangélium üzenete világos, ne temessük el az Úr vagyonát, terjesszük a szeretet gazdagságát, osszuk meg kenyerünket, és szaporítsuk a szeretetet. Köszönjük, hogy időt szakítottak arra, hogy beszéljenek velünk az egyházról és a jótékonyságról és a cselekvésben megvalósuló evangéliumról. Egy gyönyörű helyen vagyunk, amely egyben legendás hely is számunkra a Szent Egyet közösségben, ugyanis ez az első ingyen konyha, amelyet alapítottunk. A legutóbbi római éjszakák beszélgetést a római Via Dandolo 10 szám alatt található Szent Egyet közösség ingyen konyháján tartották, amely 30 éves fennállása alatt több mint 200 ezer embert fogadott, és több mint 3 millió adagételt osztott ki. Ezt a helyet úgymond szolidaritási iskolának is tekinthetjük, több ezer ember számára. Én is ezen a helyen tanultam meg azt, hogy mit is jelent a szolidaritás. Ez egy ingyen konyha. Hetente több ezer embernek ad ételt. De ez egy olyan hely is, ahol a szegények a legjobb vendégek. Ők a díszvendégek. Az élelmiszerhiány a szegénység egyik legsúlyosabb eleme. Az első közösségi ingyenkonyha Rómában jött létre ebből a felismerésből fakadóan. Számos jótékonysági kezdeményezés a szélesebb vállalati közösség nagylelkűségétől és támogatásától függ. A beszélgetésen részt vett Marco Maximilian Elser, olasz-amerikai üzletember és befektető is, aki lekötelezett támogatója a jótékonysági kezdeményezéseknek, illetve tagja a Fondazione Operation Smile Italy igazgató tanácsának, amely több százezer ajak és szájpad hasadékkal született gyermeket kezeltett. A világ kevésbé fejlett részein így nem tudnak anyatejet inni. Kiközösítik, ördögnek, démonnak tartják és kirekesztik őket. És egy 45 perces műtét teljesen megváltoztatja az életüket. Amikor az a gyerek, aki szörnyetegnek tartotta magát, meglátja az új mosolyát a tükörben, egyszerűen libabőrös leszel. A beszélgetésen jelen volt Santina Bartolini nővér, a 23. János pápa közösség elkötelezett gondozója és misszionáriusa. Santina nővér a rászorulók szolgálatának szentelte az életét. Számos kontinensen járt, Olaszországtól Zambiáig. Santina nővér megosztotta a hallgatósággal, hogy mindenki képes szeretetet adni, és hogy egyetlen élet sem értéktelen. In the relationship with people, I understood that no matter how handicapped you are, az emberekkel való kapcsolataimból kiderült számomra, hogy bármilyen fogyatékkal élsz is, rengeteg szeretetet tudsz adni. Filippo 5 éves korában került hozzánk, 5 kiló volt a súlya. Akik ránéztek, azt mondták, hogy egy kriplit hoztunk hozzád. Én viszont valami rendkívül szépet láttam benne. Velejelve értettem meg, hogy a szeretet az, ami valójában megérteti veled, hogy mi a szépség. I understood that it is love that gives you the real understanding of what is beauty. Mindennapi életünkben legyen szó nyüzsgő városokról, csendes külvárosokról, vagy nyugodt vidékekről, sokan különböző okokból kénytelenek az utcán élni. Gyakran előfordul, hogy szegényen, elszigetelten, észrevétlenül, sőt néha még megvetés tárgyaként élik életüket. Azonban az egyszerű kedvességek, egy beszélgetés, segítségnyújtás vagy barátságunk felajánlása mélyreható változást hozhatnak.
Ezek a gesztusok megtestesítik az irgalmas szamaritánus lelkiségét, és tettekre váltják az evangéliumot, áthidalják a közöny szakadékát, és fényt visznek azok életébe, akiknek a legnagyobb szükségük van rá.